67 éves Izrael ünnepségei zajlanak ezekben a napokban. Breyer Péter külpolitikai újságíró a vendégünk, jó reggelt! Szép jó reggelt! Ugye itt több ünnepség, több elnevezésű ünnepnap van Izraelben egymást követően. Alapvetően mindegyik a 67 évvel ezelőtti államalapítást hivatott ünnepelni. Közben légiriadó Izraelben. Ez a kettő egymással a jelenkort mutatja igen hűségesen. Hát először megemlékezések voltak másfél napon keresztül. Emlékeztek arra 23.850 hősre, aki életével fizetett azért, hogy ma a Közel-Keleten legyen egy szabad zsidó állam. Ebből több mint 20.000 katonák voltak, a többiek a terror áldozatai lettek. Rájuk emlékeztek, megszólaltak a szirénák, akkor még a szirénák egy hosszas, tehát nem egy légiriadót adtak. Mindenki emlékezett, mindenki kiment a temetőkbe, a katonai síroknál mindenhol elhelyeztek egy-egy emlékezés kavicsát, egy szál virágot és egy nemzeti zászlót. Majd ezt követte, ugye tegnap egész nap, az öröm. Először emlékeztek, és utána örültek a 67 éves újkori zsidó államnak, aminek a nap végén sziréna vetett véget, délen, a déli településeken. Gáza északi részéből újfent rakéták érkeztek, az anyagi károk jelentősek, emberéletben nem esett kár. Az izraeli légierő viszontcsapásokat végzett a Hamas táborai ellen, ahonnét feltehetően kilőtték ezeket a rakétákat. És abban a pillanatban, amikor erről beszélünk, eszembe jut, hogy pár nappal ezelőtt az izraeliek szembeköpése volt Putyin részéről, az orosz vezetés részéről, amikor az Iránnal alakuló nem túl jó szerződést megtetézték azzal, hogy egy korábbi embargót feloldottak. Az annyit jelenti, hogy az S-300-as és S-400-as légelhárító légvédelmi rakétaegységeket fognak telepíteni, amit már hogy Iránba. Iránba, amit a korabeli szovjet hadipar örökösei, a mai orosz hadipar szállít. Természetesen Izrael miniszterelnöke nem repül gyorsan Moszkvába, hogy ott előadást tartson, beérte egy telefonnal Putyinnak, de a telefon nem segített. Ennél sokkal jobban idegesíti Putyin elnököt az az izraeli lépés, hogy elképzelhető, hogy Ukrajnának nem csak az amerikaiak fognak fegyvert szállítani, hanem pilóta nélküli gépeket az izraeliek is. Ez a két lépés nem jár egymással? Párban? Tehát, hogy Oroszország szállít Iránnak, mert hogy Izrael szállít Ukrajnának? Oroszország, hát először is úgy kezdődött, hogy Oroszország szállít Iránnak. Oroszország szeretné az orosz hegemóniát helyreállítani Iránba. Hatalmas olajüzletek várhatók. Irán kellőképpen le van pusztulva, de nagyon sok pénzük van nekik. Hisz az embargó után felszabadulnak azok a bizonyos bankszámlák. Érdemes megjegyezni, visszatérve a 67 éves Izraelre, hogy Izraelem megálmodója az a Herzl Tivadar volt, aki Magyarországon született. A 22. nemzetközi könyvvásáron egy külön izraeli pavilon, az izraeli követség pavilonja, erről emlékszik meg. Aki erről részleteket akar tudni, az nem a hirdetés helye, de hallgassa meg a Hit Rádióba egész délutános beszámolót. Nagyon érdekes, mert Slovo Avinéri professzor, akit a magyar nézők is jól ismernek, a CEU Egyetem egyik professzora, ő írt egy könyvet Herzl Tivadarból, nagyon jól sikerült a magyar fordítás. Nagyon érdekes, és ez megint nem a reklám helye, de minden tévénézőt arra buzdítok, hogy szabadon idézve Balogh miniszter urat, hogy egy ilyen kis helyen, magyar nyelven a világirodalom megint megjelent. Lehet, hogy kis nemzet vagyunk, de nagyon sok isza könyvnépe vagyunk. A magyar zsidók is, egész Magyarország, tehát itt az alkalom az egész világot elolvasni. Érdemes kimenni és megszerezni, talán még kevesebb pénzért is, mint általában. Én nem hittem volna, hogy Herzl Tivadar és Balogh emberi erőforrás miniszter egy mondaton belül helyet kap Breyer Péternél, de ezt is sikerült. Köszönöm szépen.